Újra jótékonysági vásárt szerveztek a Magyarországon élő diplomaták. Csaknem 500 ország portékái és kultúrája mutatkozott be a különleges rendezvényen. A vásár bevételét olyan hazai szervezetek kapják, amik hátrányos helyzetű családokat és rászoruló gyermekeket támogatnak. Ez a különleges díszes papucs és az egyedi festésű kerámiatál egyenesen Marokkóból, a papírusz festmények és a piramis szobrok Egyiptomból, míg ezek a szerencsehozók is elefántkabala figurák Mongóliából érkeztek Budapestre. A jótékonysági diplomata vásáron idén 46 nagykövetség mutatkozott be. Mindegyik standon saját országuk különleges portékáit árulták. Speciális azerbajdzsáni termékeket hoztunk, igazi azeri teákat és kávét, és nagyon sok szuvenírt, ami az országunkra jellemző, mondja az azerbajdzsáni nagykövet felesége. A vásáron csaknem 30 ország étel és ital különlegességeit is megkóstolhatták a látogatók. Az a különlegesség ennek a vásárnak, hogy egy helyen több tucat országnak ételeit és portékáit is meg lehet találni. Ha valaki ezeket egyesével keresné, ahhoz nagyon sokat kéne utaznia. Már hagyománnyá vált ez a jótékonysági vásár itt Magyarországon, mondta a diplomata házastársak Budapest elnöke. A jótékonysági diplomata vásárt 6. alkalommal rendezték meg. Az esemény fővédnöke a köztársasági elnök felesége, Herceg Anita volt. Ezek az országok a saját népüket képviselik itt hazánkban, és mégis fontosnak tartják, hogy magyarországi szervezeteket segítsenek. És jó látni, hogy ez különböző kultúrájú, különböző világnézetű, különböző utakon járó nemzeteket is egységesen összehoz a segíteni akarás. A vásáron befolyt pénzt három olyan hazai szervezetnek ajánlják fel, amelyek hátrányos helyzetű családoknak és rászoruló gyermekeknek segítenek.